Na, kedves Gergő, hogy milyen célokkal jöttetek ide a Ráboringre, illetve erre az egész Tatabánya rallira? A célunk a Tatabánya rallira való részvétellel annyi, hogy az elmaradt Eger rallit gyakorlatilag valahol bepótoljuk, kicsit szeretnénk már autózni, egy kicsit megmozgatni saját magunkat. Végeztünk a pályabejárással, gyakorlatilag két teljesen, vagy három, de jellegében két eltérő pálya van, ez egy ilyen nagyon technikás, patkás, kanyar-kanyar hátán, a másik azok lobogósak. Na most még annyi problémánk van, hogy ide elég kemény gumi kell, mert attól félünk, hogy a 10-es gumik nem fogják kibírni, tehát el fog kopni, úgyhogy most ilyen gumibeszerző túrán vagyunk. Hogyha tudunk szerezni kemény gumit, akkor a mai napot megcsináljuk azzal. A puha gumink, hogyha holnap hideg van, akkor van. Ha esni fog, akkor arra is készültünk. És igazából nagyon erős licenszes mezőny jött össze gondolva, itt a Kazármikitől elkezdve Matics Misik, tehát vérmes reményeink nincsenek. Azt mondom, egy hibamentes, normális autózás. Gyűjteni a kilométereket, semmiféle elvárásunk nincs a helyezéssel kapcsolatban, nem is nagyon lehetne, mert körülbelül vagyunk 24 kerekesek, mindenki olyan pilóta az első osztályból, akik már 3-4-5 éve mennek ilyen autóval, tanulni akarjuk a kocsit még mindig. Hát úgy érezzük, hogy lépésre lépésre közelebb kerülünk. Tegnap csináltunk egy olyan 30 kilométeres tesztet, ennyire volt időnk, mert Anti eléggé elfoglalt, aztán akkor is este ért haza. Egy másfél órát tudtunk autózni, beállítgattuk a futóművet. Azt mondom, még egy-két dolgot változtatni kell, meg kell szokni azt, hogy leszokjon a ballábfékezésről, mert benne van az első kerekes vezetés még mindig, de hát lépésre lépésre közelebb akarunk kerülni időkbe az elejéhez. A verseny kezdete előtt Gergővel beszélgettünk, most pedig téged kérdezlek, hogy hogy sikerült az első gyorsasági? Hát elég kaotikusra sikeredett az első gyorsasági, gyakorlatilag szerintem örülhetek neki, hogy átértünk rajta. Sajnos elég régi gumikkal próbálkoztunk, és minden egy gumiról a futófelület leszakadt. Illetve hát az első körben, mert ugye ez egy kétkörös gyorsasági, háromszor is sikerült megforognunk, ez valahol az én hibám. Úgyhogy gyakorlatilag egy percet bespájzoltunk, de élvezni élveztük, úgyhogy örülünk neki, hogy itt vagyunk, és holnap teljes erővel támadunk. Mi a célotok most a hétvégére? Hát fogalmam sincsen. Elsősorban az, hogy megismerjük rendesen az autót. Ugye Orfűn mentünk vele először, de ott elég irreálisak voltak a körülmények. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk így az első egyharmadában a mezőnynek autózgatni. Sajnos ezzel az egy perccel valószínűleg a végső esélyünk erre elment, viszont a részeredményekre rá fogunk menni. Most ezt a gumi problémát sikerül majd holnapra orvosolni? Igen, sikerül. Hát egy elég régi, kedves barátomtól kapott gumit próbáltam ki, ami egy elég régi gumi volt. Gyakorlatilag nem volt egy túl jó döntés, de hát az ember a saját kárán tanul. Jó, köszönöm szépen, és akkor sok sikert holnapra. Köszönöm szépen.